Hogyan kezelik a baloldali önkormányzatok a koronavírus által okozott gazdasági válságot? Hát Jázverényben például úgy, hogy az éleple alatt megemelték az iparüzési adót, az építményadót és a telekadót. Ferencvárosban Baranyi-Krisztina polgármester asszony hatszorosára növelte a parkolási díjakat. Miskolcon pedig emelték a tömegközlekedés árát és a temetkezési díjakat. És ez csak néhány példa sok közül. A baloldali önkormányzatok tehát pontosan ott folytatják, ahol 2010-ben a Gyurcsány bajnél kormány abba hagyta. A válságot megint adóemelésekkel kezelik. Ebbe viszont 2010-ben majdnem belerokkant az ország. A baloldali válságkezelés tehát megbukott. Éppen ezért a Fidesz-KDNP kormány döntési értelmében 2021. január 1-től tilos lesz az önkormányzatoknak a helyi adók megemelése, új adók kivetése, vagy a már meglévő adókedvezmények megszüntetése. Ezt a válságot nem a magyar emberek okozták, ezért nem engedhetjük meg, hogy ennek árát a baloldali önkormányzatok velük fizettessék meg.